Üdvözlök mindenkit, Nagy Márk vagyok a Szegán a Kft-től, és szeretném bemutatni egy újdonságot. Itt vagyunk éppen a Böggbának a gyárába, a bemutató gyárnak a bemutató termébe, ahol újdonságként megjelent a Böggbál L15W, tehát ez egy súlymérős műtrágya szóró, ami felszerelhető sorszóró adapterrel is. Ez a jelenleg kapható legkisebb műtrágya szóró, amelyik súlymérős automatikával felszerelhető. Egyébként a Böggbától már megismert kétfajta rendszer kérhető rá automatikából. Az egyik a kalibrátor TOTS monitor, majd lehet ez is izobuszos megoldása. Itt ez a burkolat, ezt nem feltétlenül kell, hogy felszerelve legyen a gépen, tehát ez szántóföldi gépen, tehát ez a burkolat itt, amiről beszélünk, tehát ez a sorszóró adapter nem feltétlenül része a gépnek, tehát ez használható szántóföldi gépként is, és ezzel az adapterrel pedig ültetvény gépként, tehát sorszóró adapterrel együtt. No, hát itt ami először is, hogy nézzük meg, hogy ez mekkora a gép, maga a váznak a terhelhetősége, itt van egy jó kis kiadvány, ott nagyon szépen látszódik, hogy 500-tól 1600 literes lehet a váz, maga a tartály szélessége 125 cm vagy 210 cm, a munkaszélessége a sorszóró adapterrel 2-8 méter, normál szórólapátokkal 10-től 18 méterig állítható, és akkor itt írják, hogy a kalibrátor TOTS vagy az izobusz monitorral vezérelhető a gép. Na már most itt az állítási lehetőség, itt a munkaszélességet tudom állítani, ebben a hoppa, tehát itt tudom 2, 3, 4, 5, 6, és hogyha itt a nagyobbakat állítom be, akkor tudok, elnézést itt a zajongás miatt, de itt vannak éppen a nagyon sok országból, vagy 30 országból, itt vannak még Ausztráliától kezdve Új-Zélandig, mindenfelől vannak. No már most ezt lehet állítani, tehát hogyha szeretnék 4 méter, akkor így állítható, 6, illetve 8 méterre lehet, hogy még följebbre szórjon, tehát így, hogyha ezt jó erősen meg kell húzni, illetve ez arra is szolgálhat, hogy maga keskenyebb legyen az a sáv, ahova szór a gép. Tehát, hogyha ezt leállítom a 2 méteresre, mindjárt szépen lebillen, itt írja is, hogy 2 méter, és hogyha ezt ugyanígy hagyom, akkor keskenyebb sávra fogja szórni az anyagot. Maga a gép az egy, mint megszokhattuk, szépen a váz az körüleli a puttonyt. A világítását az igen jó minőségű, azt mutogatták itt, hogy akár ebben a kis célszerszámmal verték a világítást, és nem törik be. Tehát mondják, hogy ő a legkisebbtől legnagyobbig igen minőségi anyagokból rakják össze a gépet. Amit föltünk még újdonságként, ezek az aktuátorok, tehát így oldalanként belülről a fülkéből el lehet zárni a szórást, tehát külön a jobb oldalt, vagy külön a bal oldalt. Ami még esetleg érdekesség, ha valaki olcsósítani szeretné, és táblaszélszórástál elég az egyiket elzárni, hogy mindig ugyanazt, akkor a jobb oldalt érdemes választani, mert az a forgásirányváltást is akkor tudja majd kezelni. Ö,
itt a gépben látszódik maga a hajtómű egyébként a strukturálisan, tehát tartó szerepe nincsen, hanem külön itt van a váz, tehát a nem tartó elem, illetve lemezből van a hajtómű, ami egy nagy előny olyan szempontból, hogy egy ütést bármit kap, maga a lemez azt tud hajlani, nem úgy, mint egy öntvény, ami megrepedhet, és akkor kifolyik belőle az olaj vagy a zsír, tehát a kenőanyag. Ezek zsírral vannak egyébként feltöltve. Itt sárvédővel is felszerelt szépen a gép, hogy a traktor irányába se menjen semmiképpen se vegyszer. Köszönöm szépen, hogy megtekintették a videókat. Hamarosan még itt a bemutató egyéb újdonságairól is be fogunk számolni további videókról. Tehát ez volt az L15 vevé műtrágyaszóról. Itt a külső bemutató része nézhettük meg a gyakorlati bemutatón a Böckbal L15 vevészórót, tehát itt látszódik a súlymérős rendszer, tehát egy dupla vázzal van összerelve a gép, egyébként ott látszik, piroszta 6 tonnás mérőcellát használja az L15-ös is, mint az L20-as vagy az L35-ös. Tehát ez egy igen-igen robosztus. Nem akartak másikat használni, hogy egyszerűbb legyen a raktározás, illetve a beszerzés. Látszódik, illetve a színes kalibrátor TOC kijelző is itt kijelző monitor látszódik. Egyébként érintő, kijelzős, és ez magyar nyelvű menüvel van otthon. Hát itt a bemutató nyilván nem magyar nyelvű menüre állítják. Ott látszik a háttérben, hogy az új táblaszélszórást próbálgatjuk. 90 éves a Böckbal. Tehát a jelmondatuk, ha it works, működik, illetve itt látszódik oldalanként az elektromos nyitás-zárás táblaszélszórás, ami belülről állítható most már elektromosan is, ha valaki így rendeli a gépet. Itt egy magasítóval van, tehát lehet három magasítóval egészen. Tehát három magasítóval lesz 1050 literes ennél a keskeny tartálynál.